10 millió forintból, átalakul a számítógépterem és korszerűbbek lesznek a vizes blokkok is a Gotthárd iskolában. Ősztől 640 diák örül majd a változásoknak. Kevés a méz, a méhészek munkáját a hosszú tél, de a mostani forró száraz időjárás sem könnyíti meg. Idén nagyon sok rovar is elpusztult. Több száz éves dallamok, hangszeres órák, kamarazenei foglalkozások és előadások is várják a régi zenei műhely vendégeit Szombathelyen. Ez a Szombathely Televízió híradója, a műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! 10 millió forintból újul meg a Gotthárd Jenő Általános Iskola. A beruházásnak köszönhetően átalakult a számítógépterem, korszerűbbek lesznek a vizes blokkok, és egy új tantermet is kialakítanak az évnyitóra. Szeptemberben 640 gyerek kezdi meg tanulmányait az intézményben. Készül a vizes blokk új fala a Gotthárd iskolában. A mosdóhelyiséget már elemeire bontották a szakemberek. Az intézménynek ez a része teljes egészében átalakul. Tervezett ütemben haladunk a felújítási munkálatokkal. Jó pár tanterem már elkészült, nagyon jó állapotban fogadhatjuk a tanulóinkat. Pillanatnyilag a vizes blokknak a felújítási munkálatai folynak, már a villamos és gépészeti alapszerelések megtörténtek, de rövid időn belül a külső burkolatok és a szerelvények is fölkerülnek a vizes blokkokra. Elkészült már az informatika terem, és készen van az elsősök új terme is, amelyre azért volt szükség, mert 4 első osztály indul szeptemberben a Gotthárd Jenő Általános Iskolában. A többi szombathelyi oktatási intézményben is zajlanak a felújítások, nyári karbantartások, tisztasági festések. A nagyobb felújítások, vizes felújításokat részben külső kivitelezőkkel, megbízásokkal, a óvodai hálózatban, illetve az általános iskolában tisztasági festések, kisebb volumenű lakatos munkák, burkoló munkákat pedig saját szakemberekkel. A munkálatok mindenütt a tervezett ütemben haladnak, így becsengetésre készen lesznek a felújítások. A Gotthárd iskola folyosói 640 gyerektől lesznek hangosak egy hónap múlva. Volt már a mostaninál jobb évük is, mondják a méhészek. Munkájukat nem csak a hosszú tél nehezítette, a szárazság sem kedvez a vállalkozásoknak. A lépeket ellenőrzi Szabó Richárd a Náraiban található telephelyen. A fiatalember családi hagyományként viszi tovább a méhészkedést. Azt mondja, volt már az ideinél jobb évük is. A hosszú tél miatt nem tudtak a méh családok időben a repcére megerősödni, így sokat nem tudtak ebből kipörgetni. Az akácból is kevesebb lett, körülbelül 40%-a a korábbi évek hozamának. A forró nyár a méhek viselkedését is megváltoztatja. A reggel és az esti órában mennek mindenképp jobban a méhek, többet mennek vízre, és főként a nap többi részében szellőztetéssel töltik az időt. A napraforgó a vándorlásnak és a jó helynek köszönhetően elfogadhatóan 25-28 kg-os átlaggal sikerült. Itt viszont az okozott gondot, hogy folyamatosan pusztultak a méhek. Az okot pontosan nem tudni, de valószínűleg a szántóföldeken használt csávázószerek okozták a bajt. Míg ott voltunk, értesítést nem kaptunk, pármetezést nem láttunk, de állambán ugye a méhek eltűntek, elkopnak, nagyon jelentős volt az idei elhullás. Tehát országosan is az OMME Egyesület foglalkozik vele, tehát nagy téma, visszhangja is le van a csávázószernek, nem tűn mi a gond, tehát kihívásáli vagyunk téve. A méhek már a térre készülnek. Többek között atkamentesíteni kell ilyenkor a családokat. Amit gyűjtenek, abból elvehető méz már nem nagyon lesz, inkább már a fészekben raktároznak a méhek. A helyzetet a forróság nehezíti. Szakemberek szerint itt is érezhető a klímaváltozás, több a száraz napok száma. Kevés a virágpor, ami a mostani fiasításhoz, az utódok neveléséhez szükséges lenne. A nektár is kevés. Ha nem lesz hamarosan eső, akkor virágporpótlót kell használniuk, ami további többletköltséget jelentene, és nem olyan jó, mint a természetes virágpor. A hét legforróbb napja várható csütörtökön. Megnyílt a Szavária Karnevál információs pontja a főtéren. Balaton felvidéki fehérbor lett az idei történelmi fesztivál bora. Rövid hírekkel folytatjuk.
Pikkasztó hőségre kell számítani péntekig az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint. A jelenlegi számítások alapján ugyanis pénteken este felé érkezik a hidegfront. A hétvégén mindenütt megszűnik a hőség, ami a következő 10 napban valószínűleg nem is tér vissza. Csütörtökön azonban még kánikula lesz, 40 fok közeli hőmérsékletekre kell készülni. A hőségriadó miatt a Vasi Víz ZRT továbbra is ingyenesen oszt ivóvizet, a hét legmelegebb napjának ígérkező csütörtökön a Szavária téren 10 és 16 óra között. A Szombathelyi termálfürdő is meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat, ezen a héten a megszokott 19 óra helyett így egészen este 8-ig fürdőzhetnek a hűsölni vágyók. Megnyílt a karneváli információs pavilon a főtéren. A városlakók és az idelátogatók itt tájékozódhatnak a történelmi fesztivál programjairól. Emellett idegenforgalmi kiadványok, könyvek és emléktárgyak között válogathatnak, illetve jegyek is vásárolhatók. Az információs standot augusztus 5-e és 21-e között hétfőtől péntekig, délelőtt 10-től 18 óráig, szombaton 10-től 15 óráig kereshetik fel az érdeklődők. Augusztus 22-e és 25-e között 10-től 22 óráig lesz nyitva a pavilon. Idén sem maradnak kiváló minőségű borok nélkül a karneválozók. A történelmi Magyarország borvidékeiről még soha nem érkezett annyi versenyző, mint a mostani megmérettetésre. Ez alkalommal 44 fehér, 11 rozé és 23 vörös, valamint 4 gyöngyöző bort neveztek a pincészetek. Közöttük keresték a legjobbakat a hagyományos borversenyen az okleveles borbírák, szakértők és szomeliék. A több mint 80 fajta közül végül egy balatonfelvidéki Chardonnay nyert el a Karnevál Bora címet. A fődíjat, valamint a kategória győzteseknek járó elismeréseket a Szavária Történelmi Karneválon augusztus 22-én adják át a Borok utcájában. Hangszeres órák, kamarazenei foglalkozások és előadások is várják a régi zenei műhely vendégeit. Szombathely 9. alkalommal válik augusztusban a több száz éve született dallamok fővárosává. Egy, két, és... 16. századi szerző művét próbálják a kamaraének csoport tagjai. A hat szólamú darabbal Kovács Gábor professzor vezetésével ismerkednek a résztvevők. Az ember folyamatos rácsodálkozásban van, vagy a technikai szempontból, vagy zenei szempontból, vagy hogy úristen 600 éve, vagy 500 éve, hát hogy jutott eszébe ilyen valakinek. És akkor megpróbáljuk megfejteni a gondolatmenetét. Egy nagyon komplex vállalkozás, úgy gondolom. A kamaraének és zenei kurzus mellett csemballó, barokk furúja és fuvola, viola de gamba, barokk cselló, lant és gitárórákon vehetnek részt a jelentkezők. A régi zenei napok már 9. alkalommal várják a látogatókat ezen a nyáron. Egy ideig ez tűnhetett divatnak. De már odáig jutottunk, hogy a nem régi zenészek, tehát a nem régi hangszereken játszó muzsikusok sem kerülhetik meg azokat a vívmányokat, amit a régi zenészek előástak. Tehát tulajdonképpen mi nyitunk a modern hangszeres régi zenét, Bachot, Telemant játszók irányába is, pedagógusok irányába is, hiszen őnekik ez az egész dolog kimaradt az életükből, hiszen az elmúlt 40 évben Magyarországon nem lehetett ezt tanulni, tehát mindazoknak szánjuk, akik majd a jövő generációnak jobban kell, hogy ezt tanítani tudják. És nem csak muzsikára. A régi zenei műhely idején ugyanis barokk tánclépésekkel is ismerkedhetnek a kurzusok résztvevői. A régi zenét, aki játszik, nagyon sok táncot játszunk, és hát azoknak a jó előadásához nem árt, ha az ember kicsit tudja, hogy akkor hogy mozdultak meg az ilyen zenére annak idején az emberek. Másrészt én így személy szerint én amúgy is szeretek táncolni, más táncot is régebben táncoltam, és hát így ezt is szeretem. Ezzel nincs egyedül a Pécsről érkező hallgató. A régi zenei kurzusra idén 62-en látogattak el Szombathelyre. A magyar résztvevők mellett Ausztriából, Németországból, Dániából és Amerikából is érkeztek a régi zene iránt érdeklődők. A Makóról érkezett Szűcs Nóra lesz Mérei Tamás műsorvezető társa a Vásári 80 című produkcióban az Ízeumi Szabadtéri Játékok következő rendezvényén. A válogatáson Nóra bizonyult a legalkalmasabbnak erre a feladatra, a zsűri tagjai közül rászavaztak legtöbben. A zenekar nevében köszöntjük a bölcsnárcsokat, az építőkritikát
energiát, és a sok-sok energiát, amit a karnevaltól kapunk. Részlet a szövegből, amit fel kellett olvasniuk a jelentkezőknek. Ezután Mérei Tamással beszélgettek a műsorvezető jelöltek a színpadon. Itt az improvizációs képességet figyelte a zsűri. Azt mondhatom, hogy mondjuk a 9 jelentkezőből egy olyan volt, akire a beszéde miatt mondtam volna azt, hogy ő nem alkalmas erre a feladatra. Egyébként a többieknek a beszéde az tökéletes volt. A megmérettetésre Szűcs Nóra érkezett a legmesszebbről. A makói hölgy a Szavária Szimfonikus Zenekar közösségi oldalán látta meg a felhívást. Elmondta, utazása alatt nagyon izgult a casting miatt. Most viszont egészen mást érzek, most ilyen boldog izgalom van bennem. Nagyon-nagyon várom a szombat estét, és remélem, hogy minden elvárásnak meg tudok majd felelni. A zsűrinek határozott elképzelése volt a megfelelő emberről. Én azt gondolom, hogy én nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy Szűcs Nóra volt az, aki a legközelebb állt ahhoz az elképzelt műsorvezető háziasszonyi funkcióhoz, amit hát elképzeltünk magunknak. A Vásári 80 című előadást augusztus 10-én rendezik az Ízeumban, ahol ünnepélyesen felköszönti a zenekar a világhírű karnagyot. Nagy meglepetésre a szombathelyi Haladás labdarúgó csapata nemzetközi felkészülési mérkőzésen 2-1 arányban legyőzte a Sampdoria együttesét. Fél időben még az olaszok vezettek 1-0-ra, ám a hajrában a vasiaknak 2 szép találattal sikerült fordítaniuk. Az Arsenal, a Werder Bremen és a Mainz után egy olasz sztárcsapat, a Sampdoria látogatott el a Rohonci úti stadionba. Az olaszok a barátságos mérkőzés 36. percében a lengyel válogatott Szolek találatával szereztek vezetést. A Haladás a 84. percben Andorka góljával egyenlített, majd nem sokkal később Ugrai találata már a 2-1 arányú szombathelyi győzelmet jelentette. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, sokat lehet tanulni ez ilyen mérkőzésekből. Örültem annak is, hogy a Sampdoria olyan felállásban játszott, amit néha mi szoktunk próbálgatni. Ezek szerint azért nem szégyen 3 belső védővel játszani időnként. Úgyhogy én nagyon örültem ennek a mérkőzésnek és hát az eredménynek is. Az olasz csapat egy héten át Bükkfürdőn edzőtáborozik. A játékosok komoly megterhelést kapnak, ennek ellenére komolyan vették a Haladás elleni találkozót. A mérkőzés utolsó pillanatában kis híján egyenlítettek is, de Berardi kapu mellé lőtte a jogosan megítélt büntetőt. Nagyon jól éreztem magam, ahogy a edzőnk is elmondta, tényleg a felkészülés közepén járunk, és ma reggel is egy kemény edzésünk volt, szóval tényleg voltak jó dolgok a mérkőzésen, voltak kevésbé jó dolgok, de egy jó csapat ellen játszottunk, tényleg, és sok jó játékos van a Haladásban, ezt tudtuk is, mondtam is a csapattársaimnak, szóval örülök, hogy pályára léptem. A Sampdoriával megvívott találkozón Artner Tamás mind a 22 nevezett játékosának adott lehetőséget, és a szombathelyi focisták meg is hálálták a bizalmat. Jó formájukat remélhetőleg sikerül átmenteniük a pénteki MTK elleni bajnoki mérkőzésre is. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. A legfontosabb események összefoglalói megtalálhatók az interneten a www.stv.hu címen. Híradónkat óránként sugározzuk, friss hírekkel hétköznaponként este 6 órától várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!